Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Vígszínház épülete előtt, mégpedig azért, mert hetek óta a Magyar Péter Varga Judit előadás követeti az ország. Most arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon az emberek szerint Magyar Péter pszichopata, egy szimpla Fidesz áruló, vagy az új messiás? Nekem igazából az a véleményem, vagy az első reakcióm az volt, hogy ez az egész egy kamusztori. Tehát ez konkrétan a Rogán művek találta ki ezt az egészet, és hogy az, a Magyar Péternek az a feladat, hogy elvonja a figyelmet erről a kegyelmi botrányról, meg hogy általában ugye ne Orbán Viktorral foglalkozzunk, vagy ne a államadóssággal foglalkozzunk, ne a mini Dubajjal foglalkozunk, stb., hanem egy ilyen szappanoperával tulajdonképpen, hogy megjelenik ez a helyes srác, aki semmi újat nem mond, igazából semmire bizonyítékot nem szolgáltat. Én pont tegnap néztem meg a Partizánt, a török elemezte a Gulyás Mártonnal. Én nagyjából azzal, az egy ilyen nagyon hangulat, szerintem valahogy így kéne elemezni, hogy milyen jelenségről van szó. Amúgy a politikában nagyon nem vagyok otthon, tehát óvatosan fogalmazok, de mondjuk azért hivatkozom most a Partizánra, amit tegnap. Hogy szóval, hogy így valahogy így reflektálni kéne, elemezni, hogy ez milyen jelenség, nyilván megragad valamit, nagyon popularista egyrésztről, de másrészt meg jó, hogy felhoz dolgokat, ami szerintem mindenki érez, hogy nagyon nagy gázok vannak így az országban, így a hazugságok kiborulnak a csontvázak. Úgyhogy ez talán hoz valami jót, de hát Magyar Péter nem kéne illúziókat se kergetni, én picit ilyen talajon próbálok mozogni. A Magyar Péter a Fidesznek volt a fiúja. Aztán amikor valami történt, akkor hátat fordított. Ez, én nem vagyok Fidesz mellett, de ez nekem nem tetszik. Nagyon jó volna, hogyha valami változást előidézne, nagyon jó volna, de én az ő szemében nem bízom. Viszont valahogy azt látom, mint a kicsit ez az egész úgy elszabadult volna, és most már olyan intenzitással reagál a Rogán művek erre a Magyar Péterre, meg ugye kitört ez a bántalmazó sztori is, tehát hogy ez már egyszerűen annyira extrém, hogy ez szerintem már valahogy visszajut a Fideszre. Ez már nem lehet az, hogy egy kész forgatókönyv. Hát igen, és most akkor nem tudom, hogy mi van, hogy akkor most igazából eleve ő nem is az Rogánék ügynöke volt, vagy esetleg annak szánták, de aztán elszabadult, tudjátok, mert rájött, hogy nagy, tehát az is lehetne, hogy elkezdte ezt úgy élvezni, hogy basszus, én hős vagyok, és tízezrek imádnak engem, és akkor így sodorolja őt az ár. De ennyi egyébként, és hogy mi lesz ebből, azt nem tudom. Magánemberként nem gondolom, hogy ő a legjobb családapa, meg a legjobb férj. Egyébként meg szerintem nem ez a téma. Hanem az a téma, hogy mit látott, mit hallott, és a valódi kérdésekkel kellene foglalkoznia. Mondjuk az ügyészségnek ezzel kapcsolatban. Maga az a tény, hogy mondjuk az elmúlt években ő úgymond része volt a rendszernek, tehát a NER felől jön, tehát hogy mégis a Varga Judit ex-férje, tehát mondjuk ilyen Fidesz közeli volt mondható, most meg ilyen hirtelen ő akarja leváltani az Orbán rendszert, hogy ezt a hitelességi problémát ön érzékeli, vagy ez most egyáltalán nem fontos, hanem az a lényeg, amit a jövőben fog csinálni, nem az, amit a múltban csinált. Hát, látunk ugye ilyen személyiségfejlődést sok mindenkivel kapcsolatban, lásd ugye Bajcsi Zsilinszky Endre, tehát én azt gondolom, mindenkinek meg kell adni a lehetőséget ilyen szempontból. Így nyitott vagyok minden esetre a Lássuk a medvét. Kiszolgálója, meg haszonélvezője volt a NER-nek, de ez nem jelenti azt, hogy amit mondaná, annak nem lenne valóság alapja, és azok nem lenne. Tehát az, hogy engem is elütöttek, az engem nem jogosít fel, hogy én is elüssek valakit, vagy balesetet okozzak. Tehát ez az ő lejáratásával kapcsolatos dolog, szerintem a valódi magyar közállapotokat, bűncselekményeket nem lehetetlenítővel, vagy nem teszi meg, nem történték. De hogy én azt gondolom, hogy valaki egyszer azt mondja, hogy menjetek a francba, elég, az ha miért ne lehetne, akkor hogy történjen meg? Akkor mindig lehet azt mondani, hogy de hát eddig részese voltál, de meg nem voltál részese, akkor meg nem láttál bele annyira, akkor meg ezáltal kritizálnak, hogy nem is láttál bele. Szóval, hogy talán, hogy ez ilyen nagyon le van zárva, egy belső kör. Szóval ilyen szóval, megint csak azt mondom, hogy magánemberként én nem kezdenék el ítélkezni, most ő ez helytel, meg eddig te kerestél, jó persze, ez lehet, hogy de engem megint az érdekel, hogy ha hoz tartalmilag rávilágít, akkor az fontos, és miért ne lehetne meg, tök jó. Maga ez a jelenség, hogy ha bármit kitesz Magyar Péter a Facebook oldalára, és nem tudom, 20 percen belül lesz 30 ezer lájk, hogy ez a népszerűsége, ez ön szerint minek köszönhető? Tehát, hogy van egy olyan kisugárzása, vagy a tartalomnak, Én azt mondom, hogy van egy társadalmi igény arra, aminek eddig nem volt
megtestesítője, és akkor elégedetlenek azzal a államkapitalista maffia állammal és monopolizmussal, ami minden, most már a szabad versenyt is és a vállalkozásokat is ellehetetleníti, tehát itt mindent lehet enstandolni, mint Nemecsek idejében, most éppen a Spárt, vagy a repteret, vagy nem tudom, hogy mit. Ezzel kapcsolatban ez egy létbizonytalanságot hoz a Magyarországon. Nagyon sok embernek a munkahelye, a vállalkozása, az üzlete kerülhet veszélybe. Szerintem sok ember szeretne a változást, és akkor ő talán most egy ilyen figura, aki nyilván belülről jött, és akkor talán így nem csak ez a rossz kormány, és akkor igen, ők hazudnak, hanem valami belső infót hoz, és akkor talán ettől hitelesebb. De hát én nehezen ítélem meg, szóval azért óvatosan nyilatkozom itt egyszerű utcaembereként, de hogy ilyesmiket sejtek ebben, hogy talán ezért hitelesebb, vagy valódibbnak tűnik, vagy talán ezért lehet bízni menne, hogy na, ez valamit hoz. Én azt érzékelem, hogy az emberekben azért növekszik a feszültség, és szeretnének valami kiútot látni, valószínűleg ebből a most működő rendszerből. És ilyenkor könnyű megkapni ezt a 15 perces hírnevet, ami most esetleg itt két hetes éppen. Maradjon ilyen népszerű, mert az Orbán meg kéne buktatni. Magát a hangfelvételt, amit ő nyilvánosságra hozott, azt hallottad? Hát csak ilyen rövid kivonatban olvastam el, tehát szövegesen csak így a sumázatát. És maga tartalma az számodra tartogatott valamilyen hú élményt, hogy te jó Isten, mi folyik itt, hogy az ügyészségre bejárnak, megváltoztatják a nyomozati anyagokat, vagy eddig is tudtuk ezt igazából, vagy csak úgy, most akkor maga egy igazságügyi miniszter mondja el, hogy így mennek a dolgok. Hát talán ez, hogy így kiborult, hát azért szerintem egy picit valaki, szerintem nagyon nagy illúzióink nincsenek vagy nekem nincsenek, hogy itt nincs korrupció, minden szépen zajlik, szóval, hogy hát passzik, fura korrupt egy csomó minden, nem mindenki, megint csak nem fekete és fehér, de hogy hát ez azért sejlik, hogy azért ez sok helyen büdös, és ez most úgy kiderült részben. A hangfelvételt, cikkeket olvastam róla, konkrétan hallani nem hallottam, hanem a leíratát. Hát szerintem a kiítél az nagyjából képben van ezzel. Tehát ez valóban csak amit mondanak a politikai okostojások, hogy valóban belülről megerősítve ez kicsit más optikát kap, de semmi extra. Mondjuk annyit tennék hozzá, egyébként nem hiszem, hogy ez megrodjantja a NERT, tehát én azt gondolom, hogy szerintem ez az ellenzéki szavazóknak, meg esetleg a Fidesztől nemrég elpártolt ellenzéki szavazóknak ad egy ilyen jó érzést, ez a sztori, de én azt prognosztizálom szerintem, hogyha jövő januárban visszanézünk, szerintem addigra Magyar Péter így vagy úgy el lesz tűnve a porondról. Tehát szerintem ez így mindenki izgul, kicsit jól érzi magát, van egy kis lelkesedés, de én azt érzem, hogy szerintem valójában ez a NER-nek az igazi alapjait ez nem érinti. Tehát azok, akik a NER-nek az a 3 millió szavazója, aki legutóbb rájuk szavazott, én nem hiszem, hogy azok közül bárki most a Magyar Péter hatására, vagy nagy számban a Magyar Péter hatására most elpártolna. Akkor Orbán marad. Hát szerintem biztos. Tehát, hogy szerintem ez a Magyar Péter sztori, ez az ellenzéken belül hoz izgalmakat, de szerintem az Orbán hatalmát ez nem érinti. Maga a hangfelvételt, ugye, amit nyilvánosságra hozott, az ön számára volt meglepetés benne, vagy? Nem. A Varga Judit az nagyon nem szimpatikus. Köszönjük a figyelmet. És ha szeretnének még hasonló tartalmakat látni, akkor feltétlenül iratkozzanak fel a csatornáinkra. Az itt is kiderült, hogy Magyar Péter nevét az egész ország megismerte. Viszontlátásra! Ön az utcaemberét látta a Klasszis csatornán.